Nagy sikerrel rendezte meg a Dunajvárosi Vasas Táncegyüttes az évzáró karácsonyi gáláját a Bartók Színházban. A táncosok rendkívül színes, népos produkciókkal kápráztatták el a közönséget. Mint már arról beszámoltunk, az est jótékony célt szolgált, különféle ajándékokat gyűjtöttek a kórházban fekvő kisbetegek számára. A Vasas Táncegyüttesbe közel 120 gyerek táncol, nagyon-nagyon kedveljük a gyerekeket, és amikor a karácsonyi műsorra kezdtünk készülődni, akkor merült föl, hogy kapcsoljuk már össze a dolgokat, és egy kicsit jótékonykodjunk is. Szlogenünk is az volt, hogy tegyünk a tánc erejével, és hát nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy ilyen sok ajándékot sikerült összeszedni, mind a nézőktől, mind a fellépőktől egyaránt. Bizony, a hívó szóra nagyon sok ajándék gyűlt össze, amelyek közül kedvükre válogathatnak a gyermekek. Kettő kitételünk volt, az egyik az, hogy ne csomagolják be az ajándékokat, a másik pedig az, hogy mindenféle jó állapotú, otthon fellelhető, ha szabad ezt mondani, már megunt játékot is várunk. Könyvek, puzzlek, társasjátékok és kis plüssök is beérkeztek. Színes ceruzáktól kezdve, papírokon keresztül mindenféle otthon fellelhető dolgot hoztak. Az összegyűlt adományokat december 18-án vitte el személyesen a táncegyüttes két vezetője, Suplic Mihály és Szőke Genovéva. Elsőként a gyermekosztályon tettek látogatást, ahol köszönettel vették a csomagokat, majd onnan a traumatológiai osztály felé vették az irányt. Itt is nagy szeretettel fogadták a felajánlásokat, amelyek egyébként nem csak az ünnepen jelentenek sokat az idekerülő gyermekek számára. Nagyon nemes kezdeményezés, amit nagyon szépen köszönünk nekik. Az ide érkező kisbetegek ugye fájdalommal érkeznek, és valamikor a kedves szó sem elég, és ilyen játékokkal nagyon jól el tudjuk terelni az ő figyelmüket, és együttműködével válnak így ezáltal. Mint a Suplic Mihály hozzátette, természetesen a jótékonysági akciónak lesz folytatása is. Ez csak egy folyamat kezdete volt. Duplázni szeretnénk, ugyanígy szeretnénk továbbra is a vasas előadásokat összekötni tárgyi ajándékokkal, illetve szeretnénk a kórház életébe becsatlakozni olyan szinten, hogy jönnénk például mesélni, illetve az itteni rendezvényeken is egy kicsit aktívabban részt venni. Ezen együttműködésbe, kapcsolatba, programszervezésbe a Munkás Művelődési Központban működő Csupacsoda Birodalom népmesepontot is bevonnák.